Csípős nappalok és zord éjszakák jellemezték az elmúlt napokat. Ez az időjárás természetesen több feladatot ró a fedél nélkül élőket segítő szervezetek számára is ilyenkor. A Nyíregyházi Periféria Egyesület egész évben aktív diszpécser szolgálatot működtet és tart fenn, bejelentéseket fogadnak és gyorsan reagálnak a krízis helyzetekre. Vörös kódriasztás lépett életbe még múlt hét szombaton az extrém hideg miatt. Ez még jelenleg is tart. A krízis időszak alatt a meteorológiai jelentések alapján több napon át nem emelkedik 0 Celsius fok fölé a hőmérséklet, éjszakánként pedig mínusz 10 fok alá hűl a levegő. Az egyhetes vörös kód ideje alatt a bentlakásos szociális intézményeknek is ellátást kell biztosítaniuk a hajléktalanok számára. A Magyar Szociális Fórum szerint tavaly ősztől idén február közepéig 149 rendkívüli kihűlés fordult elő hazánkban. A Periféria Egyesület több mint 20 éve foglalkozik a hajléktalanok segítségével és ellátásával, de utcai szociális program, diszpécser szolgálat és gyermekprogram is a tevékenységeik közé tartozik. Stúdiónk vendége a témát, illetően a Periféria Egyesület elnökasszonya, dr. Szoboszlai Katalin. Köszönöm, hogy bejött a stúdióba hozzánk. Mit tudunk elmondani most február legvégén, amikor valóban most már mondhatjuk, hogy huzamosabban, tehát néhány nap óta tart ez a rendkívüli hideg? Mint ahogyan erről értesülni lehetett múlt hét szombaton, a szociális államtitkár kiadta a vörös kód riasztást, ami azt jelentette minden hajléktalan ellátó és szociális intézménynek, hogy mostantól kezdve beindul egy életmentés, ami arról szól, hogy ebben a rendkívül és extrém téli időjárási helyzetben az utcán élő, utcán tartózkodó hajléktalanokat melegszállás helyeken helyezzük el, és ott töltsék a éjszakáikat, és lehetőség szerint a nappalaikat is. Ez a munka azonnal beindult. Volt ennek egy előkészítő időszaka az őszi hónapokban, akkor számításba vettük azokat az intézményeket és férőhelyeket, amelyek vörös kódriasztás esetén a rendelkezésünkre állnak, és szombattól kezdve ezeket az intézményeket kerestük meg, és az ő intézményeikbe vittük be a hajléktalanokat. Amikor a Periféria Egyesület szóba kerül, ugye mi azonnal Nyíregyházára koncentrálunk, teljesen jogosan. Ugyanakkor a tevékenységet, szolgáltatást, munkát illetően régióban kell gondolkodni. Egy szolgálatot tekintve valóban, ez az Észak-Alföldi Regionális Dispatcher Szolgálat, ugye ez egy telefonos szolgálat, szociális munkások fogadják a régióból érkező hívásokat, bejelentéseket, és ezek a bejelentések utcai hajléktalanokról szólnak, és nem csak a téli időszakban, hanem egész évben. A krízis autószolgálatunk a téli időszakban az városi és megyei hatáskörű, és az utcai, a két utcai szociális munkaszolgálatunk az kizárólag Nyíregyháza területén működik. Sokszor csörrent meg a diszpécser szolgálaton a telefon az utóbbi napokban? Ez így van. A hétvége adata az 80 telefonhívás, ami kiemelkedően magas, és ezeknek a többsége úgynevezett utcai bejelentés volt, amikor lakosok, állampolgárok, illetve intézmények is jelzéssel éltek, és kérték a segítséget, amire minden esetben kivonult a krízisautón szolgálatot teljesítő szociális munkások, és hát az egy nagyon fontos eredmény, azt gondolom, hogy a hétvége időszakában 12 embert sikerült meggyőzni itt a városban, hogy adja föl utcai éjszakai szálláshelyét, és menjen be intézményes szálláshelyre. És a tegnap este folyamán, ugye tegnap, amikor havazás volt, és úgy gondoltuk, hogy még keményebb része következik a télnek, a tegnap este folyamán pedig még 4 ember döntött úgy, hogy bemegy szálláshelyre. Mit lehet elmondani a lakosok felelősségtudatáról
Ez a 80 hívás, ez olyan soknak tűnik valóban, hogy minden helyzetben talán vették a telefont és jeleztek. Nagyon jól működik, azt gondolom. Ez a telefonhívások azt is mutatják, hogy a lakosok odafigyelnek egymásra és a körülöttük élőkre, és ez a hívások egy jelentős része a hajléktalanokról szólt, egy másik része viszont a hidegházban élőkről, hiszen ugye rájuk is odafigyelünk, és velük kapcsolatos intézkedéseket is megtesszük, hiszen ők épp úgy ki vannak téve a megfagyás kihűlés veszélyének, mint akik a csupasz ég alatt alszanak. Mit mondhatunk el a kihűléses fagyhalálokról, hogy ugye itt is van statisztika? Szerencsére Nyíregyházán hosszú évek óta nem volt ilyen kihűléses haláleset. Olyan volt, hogy hajléktalan halt meg közterületen sajnálatos módon, de ez nem kihűléses halálesetnek volt tekinthető, hanem egyéb mások miatt halálozott el. Úgyhogy szerencsére és jó időben mondva nincs ilyen történetünk, és hát nyilván azért dolgozunk, hogy az életeket megmentsük és megelőzzük a kihűléseket. Az említett 80 hívást lehet-e valamilyen szempontból csoportosítani vagy kategorizálni, hogy honnan jön a több hívás? Hát ezt most így még egyértelműen nem lehet látni, én inkább azt mondanám, és erről készült egy gyors táblázat is, amit a Hajléktalanokért Közalapítvány tett közé a tegnapi nap folyamán, hogy Budapest után az észak-alföldi régióban volt a legtöbb hívás a hétvége időszakában. Ez gyakorlatilag szombattól hétfő délelőttig, tehát egy ilyen 48 óra alatt, az észak-alföldi régió és a mi diszpécser szolgálatunk fogadta a legtöbb bejelentést. Honnan tudja azt a járókelő, a lakosság eldönteni, hogy a mentőket riassza, vagy önöket tárcsázza? Mind a kettő nagyon jó. Tehát azt gondolom, hogy sokáig nem kell rajta gondolkodni. Amelyik telefonszám először kéznél van, vagy először eszébe jut, hiszen hogy a megfagyásnak kitett, vagy kihűlésnek kitett ember nagyon komoly egészségügyi probléma, és nagyon komoly halálok lehet. És ha valakinek először a mentők telefonszáma, vagy az általános segélyhívó száma 112 jut az eszébe, akkor hívja őket, és akkor a mentőszolgálat is kivonul a helyszínre, és ők nyilván egyenesen a kórházba szállítják. Illetve ha nem látják egészségügyileg indokoltnak, akkor hívnak minket. És ez fordítva is igaz, ha először mi megyünk ki, és azt tapasztaljuk, hogy itt ami nagyon komoly egészségügyi probléma áll fönn, akkor a mi szolgálatunk, a mi szociális munkásaink is hívják a mentőszolgálatot, és akkor ők átveszik az eseteket. Van elegendő szociális munkás, aki az utcán teljesít úgymond szolgálatot? Szerencsére igen. Hát ugye az Egyesületnél alkalmazásban álló szociális munkások, illetve külső kollégák is, akik évek óta kapcsolódnak az Egyesülethez, és szívesen visszatérnek, illetve még önkénteseink is vannak, tehát azt mondhatom, hogy igen, vagyunk elegen, és hát azért reméljük, hogy olyan nagyon sokáig nem tart már ez az extrém hideg időjárás, és erre a munkára sokkal kedvezőbb formában van szükség, hiszen a munka az nem áll le, mivel a hajléktalanokkal egész évben dolgozunk, akkor az alap munkánkat, az alap feladatainkat végezzük el. A Periféria Egyesület azért már rendesen bevéste a nevét itt Nyíregyháza vonatkozásában, és azt gondolom egy országosan ismert és jól elismert szervezetről van szó, úgyhogy köszönjük szépen az önök munkáját. És további jó munkát kívánunk. Köszönjük kevés riasztással. Köszönöm, hogy itt volt a stúdióban.